Az Újpest FC válogatott labdarúgója hosszú hónapok után ismét pályára léphet a Lilafehérek második csapatában. A sérüléséből felgyógyult futballista már alig várja, hogy az első csapatban is játszhasson, és természetesen győzelmet vár társaitól a Zalaegerszeg ellen. Vermes Krisztián tavaly februárban edzésen sérült meg, elszakadt a jobb térdében a keresztszalag. A hatszoros válogatott játékos alapembernek számított a nemzeti csapatban, pályára lépett a San Marino és a Finnország elleni EB-s elejtezőkön is. Vermes az elmúlt héten végre visszatért a futballpályára, igaz csak az Újpest FC második csapatában kapott helyet. Újra játékosnak éreztem magam, ami azért nem utolsó, hogy majdnem 15 hónap után. Nagyon hosszú időszak volt, de hál' Isten úgy érzem, hogy a nagyon nehezén már túl vagyok, most már tényleg csak kondícióba kell javulnom. Krisztián természetesen figyelemmel kíséri az első csapat mérkőzéseit, a Vasas elleni győzelemnek is szívből örült. Nagyon örültem neki, nehéz meccs volt, mert tudtuk, hogy a Vasasnak is vannak gondjaik. Ráadásul most bejött ez a nagyon nagy meleg is, ez nehezítette a csapatoknak a dolgait, ráadásul azt tudjuk, hogy a pálya is eléggé alkalmatlan erre a futballra, de úgy gondolom, hogy ez egy fontos mérkőzés volt, és behúztuk a 3 pontot. A válogatott játékos egyelőre tovább erősíti a fakót, de már látja a jövőt, és reménykedik abban, hogy visszakerül a legjobbak közé. Nagyon remélem, hogy az utolsó meccsek valamelyikén azért már be tudok állni csereként. Ugye azért még most a héten az Orosháza ellen pályára lépek, egy egész meccset le akarok játszani, hogy a kondíciómat visszaszerezzem. Utána valószínűleg még egy mérkőzésen kell játszanom, és úgy gondolom az utolsó 2 tét mérkőzésen már esetleg ott lehetek, hogyha az edző is úgy akarja. Az Újpest FC a következő mérkőzését Zalaegerszegen vívja. A már biztos kieső Zete cseppet sem ígérkezik könnyű prédának, bizonyítja ezt, hogy legutóbb simán legyőzték a Pápát. Hát igen, én elvárom a csapattól, hogy győztes meccsen lépjenek pályára. Én úgy gondolom, hogy ezt a Zalaegerszeg azért foggal körömmel fog védekezni, de hát nekünk fel kell törni ezt a védelmet, és el kell hozni a 3 pontot. És mennyi lesz a végeredmény? Úgy gondolom, hogy 2-0-ra nyerünk megint.